A magyar parlamentbe 2018-ban is 199 képviselő jut be, 106 egyénileg megválasztott honatja dolgozhat az országért, 93-an pedig pártlistáról kerülnek be. Az április 8-ai választás rendjében jelentős változás nem lesz a korábbi országgyűlési választásokhoz képest. A jelölt az lehet, aki 500 ajánló szelvényt összegyűjt, mikor lehet ezt igényelni, tehát tőlünk lehet a helyi választási irodától igényelni, ugye, aminek a vezetője a jegyző, ezt leghamarabb február 19-én adjuk ki, nyilván igényelni már lehet, de a jogszabály leszabályozza ennek a pontos idejét. Nagyon fontos, hogy a választópolgárok mikor kapják meg az értesítőjüket. Ennek is ugyanez a határideje, tehát a Nemzeti Választási Iroda postázza számukra, és legkésőbb február 19-ig meg kell kapni az értesítőt arról, hogy melyik szavazókörben hogy fognak szavazni. Aki nem kapja meg az értesítőt az említett időpontig, a jegyzőhöz fordulhat segítségért. Az elkövetkező hetekben megalakul a Helyi Választási Bizottság, tájékoztatott dr. Diós Győri Gitta. A testület választja meg, 3 választott tagja van és 2 póttag. Tehát most a januári ülésre, január 25-én bevisszük ezeket az embereket. Ha a testület megválasztja, jogszabály szerint 5 napon belül alakul ülést kell tartaniuk, előtte pedig a polgármester előtt esküt kell tenniük, és ez meg is fog történni. Cegléden most is 33 szavazókör lesz, mindenhol minimum 3 fős szavazatszámláló bizottsággal. A választópolgárok a voksokat április 8-án reggel 6-tól este 7-ig adhatják le. Cegléd csak úgy, mint korábban, most sem csak helyi választási iroda központja lesz, hanem országos egyéni választókerületi központ is, ami azt jelenti, hogy Cegléden kívül a környező 9 település szavazatai is ide érkeznek meg.